Azt mondja, igazi csabusa? Há, és mi van, ha bírom, hogy nem. Hol is volt? Azt hiszem itt volt, amikor valaki nekem esett, vagy egy másik szerver volt. Ja nem, azt szerintem Hypixel volt, mert ugye nem volt kiírva a nevem mellé, hogy YouTube-us, és rendesen nekem esett. Nem hagyott békén lögdösőt, meg akart ölni. Csabusa vidizel. Hát nem. Jé, eddig csak nemet írtam. Há, most biztos azt fogják mondani, hogy ó, hát pénzért jöttem föl ide. Nem, csak trollkodni. Barátnak jelölt, de aranyos. Sziasztok! Eljött az alkalom, hogy meghirdessem a következő nyereményjátékot. Meg sem tudom mondani már, hogy mikor volt ilyen, és hogy melyik volt, nem is tudom, banános, epres, vagy a szamócás, fú, nem is tudom. Na mindegy, szóval itt a következő, az az igazság, hogy lusta voltam nyereményjátékot csinálni. A lényeg, hogy itt a következő nyereményjáték, és úgy döntöttem, hogy ennek a neve Kivis nyereményjáték lesz. Folytassuk a hagyományokat, most is egy gyümölcsről nevezem el. Ez a nyereményjáték arról fog szólni, hogy csináltam egy egyparancsos szerkezetet, ehhez kell kalandpályát készíteni. A videó másik felében meg fogom mutatni, hogy mi ez a szerkezet, meg hogyan tudjátok berakni egy pályára. Úgy mondom, hogy először a nevezés módját kezdem el, mert van egy olyan érzésem, hogy ez igen sarkalatos pont lesz. Tehát megcsinod a pályát, nagyon jó lesz. Ha nem tudod, hogy hogyan kell pályát küldeni, megnézed a Hogyan oszd meg kalandpályát című videómat. Abban szépen benne van. Elküldöd nekem e-mailbe. A tárgymezőbe beleírod, hogy Kivis nyereményjáték. Ez még követhető. Ugye ott lesz csatolva a pálya, hát legalább a nevedet, valami kis infót, nem tudom. Igazából most nagyon sok infó nem kell, viszont van egy nagyon fontos dolog. Három darab játékot lehet nyerni. Egyik semmilyen top 50 eurós, hű de hajjaj, Atom Uber Tap Steam játék, de ne is azért játszatok. Nekem sincs pénz a zsebeim alatt, mi? Pénz a bőröm alatt, és annak se, akitől kaptam. Ez ugye felajánlás, mint mondtam, Biuskának lehet köszönni, hogy egyáltalán van nyeremény. Három kulcsot fogok kiosztani, méghozzá úgy, hogy a nevezésedben felírod, hogy milyen sorrendben szeretnél megkapni a játékokat. Tehát egészen konkrétan az Enclave-ről, a Knights and Merchants HD-ről és a Chicken Shot 2-ről van szó. Tehát te írsz egy listát, hogy mitől én első helyen Enclave, második helyen Knights and Merchants, harmadik helyen meg Chicken Shot. Oké. Ha esetleg megnyernéd a játékot, akkor megkapod az Enclave-et. A második helyzet, megnézem, hogy ő mit írt első helyre. Ha az nem az Enclave, akkor hát azt kapja, ami ott van. Ha történetesen ő is az Enclave-et választotta elsőnek, hát azt már kiosztottam az első helynek, úgyhogy kapja a másodikat. A harmadik helyzetnek meg ugye ami maradt. Tehát ezért nagyon fontos ez a rendezéses módszer, hiszen ez alapján fogom kiosztani a nyereményeket. Sőt, azt is megcsinálom, hogy aki nem írja föl, elfelejti, esetleg nem egyértelmű, hát az így kizárom a versenyből. Ja, és az e-mail cím, de szerintem nem kell bemutatni, csabusa69kukac@gmail.com. A határidő, bár ezek az infok úgyis kint lesznek a leírásban, de azért nem árt, ha elmondom, legyen mondjuk egy hónap, most 17-e van, remélem még ma feltöltöm ezt a videót, és akkor szeptember 17-ig küldhettek pályákat. Nem kell nagy pálya, tehát ez a egy hónap bőven elég, tehát úgy tervezétek, hogy össze lehessen rakni. Én se szeretnék sok hosszú pályát végvinni. Nekem is ugye nagyon macera lesz, hogyha sok hosszú pályát kapok, meg igazából ennyi. Meg az első háromból természetesen csinálnék bemutatót, és hát ha túl hosszú pályát csináltok, annál több mindent kell kivágnom belőle. Szóval bátran mondhatom, hogy nem a pályák hossza fog nyerni, nem hosszúsági verseny lesz, hanem a kreativitást és a kidolgozottságot fogom inkább nézni. Tehát engem az érdekel, hogy mennyire vagytok kreatívak, mit tudtok kihozni ebből a szerkezetből. Nyugodtan ki lehet majd egészíteni. Na jó, mindegy, a szerkezettel kapcsolatos dolgokat, akkor majd ha ott tartunk. És így hirtelen aztán más ilyen általános infót nem akartam elmondani. Akkor lássuk a szerkezetet. A leírásban ott lesz egy link. Arra rákattintotok, az át fog vinni egy ilyen adfly-os oldalra, pár másodperc múlva a sarokban ott megjelenik a skip add gomb, arra rá kell kattintani, és az átvisz titeket a kódhoz. Ezt szépen másoljátok.
Kétszer van kirakva a kód, ez azért van így, mert ki lehet rakni a forrást, meg egy formázott változatot. Hát most esetünkben egy ilyen Minecraft kódnál ez ugyanúgy néz ki. Érdemes egyébként az alsót nézni, mert ez egy szövegdoboz, és ha belekattintotok, akkor Ctrl-A-val ki tudjátok jelölni az egészet. Szóval akárhogy is, valahogy jelöljétek ki azt a szöveget, másoljátok. Aztán Minecraftban megnyitok egy bármilyen pályát, lehet az félkész, teljesen üres, félig teli, tök mindegy, amin a pályát akarjátok. Beírjátok, hogy kértek egy command blokkot, azt így kell, give játékos command block, király. Bemásoljátok a kódot, Ctrl-V-vel, mint mindenhol máshol, enter, mellé raktok egy redstone blokkot, a tetején ne rakjatok semmit, akkor valószínűleg nem fog aktiválódni. És le is rakja nekünk szépen, ez már nem kell. És így a szokásos doboz, a piros a szokásos törlésgomb. Annyi extra van, hogy itt elő is vannak command blokkok, mert ezek adják a tárgyat. Azért raktam így kívülre, hogyha szeretnétek átszerkeszteni könnyen, akkor tehát ne kelljen bemászni a szerkezetbe, hanem csak itt van, ide kell jönni és bele lehet nézni. Ez például egy potion-t ad. Na, szóval menjem ezt a gombot, akkor megkapom azt az öt tárgyat. És előre készítem ide a füvet, nekem az is kelleni fog. Hogy is menjünk? Hát adjunk mondjuk sorba. Kenni fog egy kis fal. Ez a melon seeds. A szerkezet csak azt ellenőrzi, hogy melon seeds legyen, és ilyen nullás enchant legyen rajta. Vagy hogy is mondjam, tehát így. Enchant, tehát hogy semmilyen enchant nincsen rajta, csak ott van az enchantek. Ha már van benne valami, akkor nem fog működni. Tehát, hogy így különbözteti meg a játék azt, hogyha esetleg ti szeretnétek valamire ilyen dinnyemagot használni, de az ne aktiváljon semmit. Tehát, hogy csak az a dinnyemag fog valamit csinálni, amelyiken van ilyen tag, ilyen nullás enchant. Nullás enchant. Na mindegy. Na, ez azt tudja, hogy ha kidobom, akkor ott terem egy létre. Eredetileg ezt olyan vine-nal akartam. Hogy hívják azt magyarban? Olyan liánnal. De nem tudom, hogy a játék bugja, vagy direkt van így, de a liánt fill parancsa nem tudjátok lerakni. Most látom azt, hogy be van rakva egy game rule, ezeket a szerkezeteket úgy csináltam meg, hogy game rule-tól függetlenek legyenek. Az van berakva, hogy ez a do tile drops. Most visszaírom true-ra, alapból true. Akkor így kiesnek a létrák. Ugyanis ez a szerkezet úgy működik, illetve ez a része, hogy minden irányba próbál létrát rakni, de csak az marad meg, ahol van fal. Tehát ha most így kidobom, látjátok, akkor megjelentek a létrák, csak azon el is tűntek, mert most jelentem, hogy kitörölje, tehát itt jön képbe az, hogy próbáltam game rule-tól függetlenül csinálni. Az előbb azért nem jelentek meg, mert ez a do tile drops ki volt kapcsolva. Jó, a következő, ez a csoki mag, vagy nem, kakaóbab, na, oké. Tehát a kakaóbab ugyanez a feltétel, hogyha ilyen üres enchant van rajta, akkor azt tudja, hogyha fűbrokra dobjátok, akkor lerak egy virágot. El nem tudom képzelni, hogy ezt mire lehet felhasználni, de ez a ti dolgotok, meg kitálni neki valami menőséget. A következő a TNT blokk. Ugyanez a feltétel, hogyha üres rajta az enchant tag, és kidobjuk, akkor ez fog történni. Felrobban. És aztán nem is lehet fölvenni. Tehát így lehet rombangatni. Creeperrel van megcsinálva, tehát nem fogja rombolni a környezetet, hogyha bekapcsoljátok azt a game rule-t. Igen, az a baj, olyan pályát kezdtem el, amin már game rule-ok be vannak kapcsolva, így megtévesztő lehet. De nézzétek meg a Hogyan készíts kalandpályát című videót, abban beszéltem a legfontosabb game rule-okról. Ez pedig az mob griefing. Ez ugye alapból true, tehát hogy tudnak rombolni a mobok, és ha így dobom ki, akkor ez bizony már rombol. Ezt is kapcsolom, miért elrontok valamit. Ezt mondjuk érdemes lenne bekapcsolni, illetve kikapcsolni. A következő az emerald block, szintén ugye üres enchant tag. És azt tudja, hogy ez már egy fokkal összetettebb lesz. Ha kidobom, akkor egy ilyen érdekes effektet fog csinálni, nem lehet fölvenni egyébként.
és ugyanakkor kapunk egy emeráldot. Látjátok? Kaptam egy emeráldot. És ha ezt most kidobom, akkor oda teleportálok, ahova a gyémántot, az emeráldot dobtam. Egyszerre csak egy emeráld lehet, tehát most így hiába próbálom teleszólni a teleportosakkal, csak egy lehet. És csak egy emeráld lesz nálam, látjátok? Így mindig elveszik, tehát csak egy lehet nálam. Hát ez egyrészt csalás ellen, másrészt meg, hogy ne akadjon össze a rendszer. Jó, az utolsó, az is egy igen érdekes, ez a potion, itt az a fontos, azt ellenőrzi, hogy ha speed van rajta és egy másodpercre van az állítva, mutatom a kódját. Tehát látjátok, itt van a custom potion effektbe, az egyes idejű, egyes durability, ezt ellenőrzi pontosan a rendszer. Ha ilyen, ezt a fajta potion dobjátok, nem tudom ennek mi a neve, ennek a lingering potionnek magyarban, ha ezt dobjátok, akkor ez fog történni. Az entitások, a közelében lévő entitások azok így felrepülnek. Játékosra is hagytak, azonnal visszaesek, de mondjuk nézzünk egy mobbal. Ó, hát egy kedves creeper. És akkor egyre följebb megy a creeper, ahogy dobálom itt. Szia! Jó! Szóval ez az öt tárgy lenne. Látjátok, itt van a kódja, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Nyugodtan át lehet variálni. Elmondtam, hogy mi a feltétel, sőt, tulajdonképpen benne is van a kommandokban. Tehát az az Emerald blokk fogja ezt a hatást elérni, vagy működtetni a rendszert, vagy beindítani azt a funkciót, amelyiken ilyen üres enchant van. És így tovább, hát ugye a potion kivételével tulajdonképpen mindegyiknek ez volt a feltétele. Jó, tehát így lehet a szerkezetet lerakni, nyugodtan ki lehet egészíteni, mondjuk a TNT az nagyobbat robbanjon, nem tudom, pirosan robbanjon, mondjuk azt inkább resource pack-kel, de mondjuk nem is kell, ha particle effektet is adtok hozzá, tehát ki lehet őket egészíteni, kicsit át lehet variálni, természetesen bizonyos szintig. Tehát ennek a kakaobabnak mindenképpen a fűblokkon kell virágot csinálnia, tehát az így alap, de ezt még ki lehet egészíteni azzal, hogy nem tudom, meg a virág fel is rak blokkot, vagy és közben átváltoztatja a földblokkot, vagy... Tehát, hogy az alapnak meg kell lennie, de lehet még hozzá rakni. Vagy például, hogy nem csak 3 létrát rak le a dinnyemak, hanem többet. Tehát a hatásaikat lehet fokozni, hát mondjuk lehet csökkenteni is, miért ne kevesebb létrát rakjon le, de a tárgyaknak ez az alap tulajdonsága azért meglegyen, felismerhető legyen, hogy ó, ez igen, az. Ja, meg ezt a tárgyakat használjátok, igen, ne cseréljétek le, legyen mondjuk ez is egy feltétel. Hát szerintem ebből sokféle pályát lehet csinálni. Tényleg törekedtem arra, hogy ne kizárólag olyan tárgyakat csináljak, amik így harcra sugalnak, vagy logikai pályára, vagy ügyességre, hanem próbáltam így vegyesen. Szerintem sokféle pályát ki lehet ezekből hozni. Hát most ötleteket nem fogok adni, ez a ti dolgotok. Kíváncsian várom, mit hoztok ki ebből. A kirakós kalandpályából is páran nagyon, nagyon ötletes dolgokat kihoztak. És akkor egy hónap, a többi tudjátok, a kézikönyv óvjon. Ó, igen, ha kérdés van, először nézd meg a leírást. Tehát nézd meg azt a leírást, azért van ott. Hogyha nincs ott, akkor ír hozzászólást, természetesen a szerkezettel kapcsolatban, tehát reston kérdéseket ne, e-mailben, meg ami nem a videóval kapcsolatos, az ne ide, jó? És ha tényleg kapok valami fontos kérdést, amit például jó lett volna elmondani, azt ki fogom írni a leírásba, tehát mindig a leírást nézd, lehet, hogy már megkérdezte előtted valaki. Ha nem, akkor ott van. Például a verziót nem mondtam el, de úgyis ott van a videó címében, 1.10, sőt 1.10.2, de így 1.10-en belül szerintem mindenhol fog működni, de 1.10 az alap. Na akkor most a kézikönyv óvjon.